nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk Budapesten az Európa pont előtt. Sajtótájékoztatót fogok tartani, a tévés kollégák már megérkeztek. A téma pedig nem más, mint az európai parlamenti választás. És ezzel kapcsolatban nem egy felháborító, érdekes, elgondolkoztató dolog, aminek kapcsán cselekednünk kell. Úgyhogy kérlek, maradjatok velünk, figyeljetek, és osszátok meg ezt a videót, hogy minél több emberhez eljusson. Sok szeretettel köszöntelek titeket, önöket ezen a sajtótájékoztatón, nem véletlen a helyszínválasztás. Ugyanis azt gondoljuk, hogy az Európa Parlamenti választás éles ütközet lesz azon erők között, akik a dezintegráció, a szétválasztás mellett teszik le a voksukat, és azok között, akik egy egységes Európát képviselnek, egy olyan Európát, amelyik szociálisan érzékeny, egy olyan Európát, amelyik a fenntartható jövő mellé áll, és egy olyan Európát, ami hatékonyan képes a nemzetállamok, a tagállamok érdekeit képviselni a globális piacon, a globális politikai szintéren. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a jelenleg Magyarországot kormányzó pártszövetség visszaél azokkal az erőforrásokkal, amely a rendelkezésére állnak, visszaél a kormányzati tájékoztatás lehetőségével, visszaél a médiapiaccal, hiszen azt eltorzította, visszaél a magyar emberek jó indulatával, visszaél a demokratikus intézményrendszerekkel. Azt gondoljuk, hogy ez egy romlott rendszer. A Párbeszéd azon az állásponton van, hogy ezt a rendszert fel kell számolni, és ehelyett a rendszer helyett egy új, köztársasági, demokratikus és egymás tiszteletére épülő rendszert kell felépíteni. Ennek az első lépése az, hogy az európai parlamenti választáson a kormányzó párt uralmát megbillentsük. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha biztosítjuk a választás tisztaságát, és a választás tisztaságát biztosítva több mandátumot hozunk el mi a demokratikus ellenzékben, mint amennyit a kormányzó uralkodó párt tud elhozni ezen a választáson. Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a választás tisztaságát, két dologra van szükség. Az első, amire szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy Jávor Benedek a Párbeszéd listájának csúcsjelöltje, és más képviselő társaival együtt az EBSZ-hez fordult néhány héttel ezelőtt. Az EBSZ-hez, hogy az EBSZ küldjön képviselőket, akik a választás tisztaságát felügyelik. Vannak arra utaló jelek, aggasztó jelek, hogy amennyiben nincs ellenzéki delegált mondjuk a különböző választási bizottságokban, úgy a Fidesz hajlamos lehet visszaélni ezzel a kínálkozó lehetőséggel. Vannak arra utaló jelek, hogy az informatikai rendszer nem minden esetben tökéletesen biztonságos, és természetesen arra is vannak nem csak utaló jelek, hanem egyértelmű bizonyítékok, hogy a választás nem a választási rendszer maga, hanem annak körülményei egyértelműen a Fidesz felé lejtenek. Éppen ezért a Párbeszéd azt gondolja, hogy az EBSZ megfigyelő behívása az Európai Uniós választásokra nem csak szükségszerű, de egyenesen kívánatos is. A másik pedig, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy mindenkire szükség van ahhoz, hogy Magyarországon a változás megtörténjen, hogy Magyarországon a köztársasági fordulat útjára indulhasson. Éppen ezért arra kérünk minden egyes magyar állampolgárt, aki elkötelezett a demokrácia és a köztársaság védelme érdekében, hogy jelentkezzen szavazatszámlálónak a választásra. Ezt megteheti például nálunk a Párbeszéd honlapján, a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon vagy e-mailben. 21. századi párt vagyunk, rendelkezésre állunk az internet teljes szértében és hosszában. Ez a második fontos dolog. És a harmadik fontos dolog pedig, azt gondolom nem maradhat szó nélkül a kormányzati plakátkampány helyzete és a kormányzat hazugságai, amelyekkel átveri a magyar választópolgárokat. A kormányzatot felkérte a saját pártszövetsége, hogy vegye le azokat a plakátokat, melyenek a pártszövetségnek az egyébként jelöltjét, illetve bizottsági elnökét ábrázolják. A kormányzat állnok kígyó módjára úgy viselkedik, mint hogyha hallgatna ezeknek a kéréseknek, eleget tenne ezeknek a követeléseknek. Mivel pontosan tudjuk, hogy március 15-én lejár az a hónap, amíg a plakátok kint vannak. Pontosan tudjuk, hogy egy hónap az egy tipikus ideje egy kampányidőszaknak, tehát a kormányzat tulajdonképpen nem tesz semmit, hogy egy életkeltő politikáján változtasson. A Párbeszéd mélységesen elítéli azt a gondolatot, hogy ellenségeket kell keresnünk az Európai Unióban. A Párbeszéd mélységesen elítéli a bezárkózás és a paranoid téveszmék világát, amelyet a kormányzat terjeszt. Mi abban hiszünk, hogy egymással szövetségben, egymással
párbeszédben kell azokra a kihívásokra választ találnunk, amelyek mind Magyarországnak, nekünk magyaroknak és nekünk európaiaknak, sőt tovább megyek, nekünk embereknek az egész világon szembe kell majd néznünk, gondolok itt a klímaváltozás, a robotizáció, az automatizáció, a globális egyenlőtlenség kérdéseire. Köszönöm szépen, ezeket kívántam elmondani. Ha van bármilyen kérdésünk, akár témában, akár témán kívül, akkor természetesen nagyon szívesen állok rendelkezésükre. Kismóra Echo TV, az EP választással kapcsolatban sikerült-e már megállapodni az MSZP-ről a Jámor Benedek, melyik helyet kaptál is? Tárgyalások folyamatban vannak, a végső döntésről fogjuk tájékoztatni a sajtó érdeklődő munkatársait. Ahhoz, hogy mandátumot szerezzen, legalábbis a jelenlegi állás szerint a második helyet kell mennek. Nem értek egyet az ön álláspontjával, én azt gondolom, hogy az MSZP párbeszéd szövetség bőven több szavazatot fog szerezni, mint ami két mandátumhoz elég, három vagy akár négy mandátumra is látunk esélyt. Hát azt gondolom, hogy olyan programmal, olyan jelöltekkel, például Jávor Benedekkel indulunk neki ennek a választásnak, ami a magyarok számára vonzó alternatívát jelent, ne felejtsen el, hogy Jávor Benedek az egyik legsikeresebb európai parlamenti képviselő, de mindenképpen a legsikeresebb és legaktívabb magyar EP képviselő, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen képviselők maradjanak az Európai Unió parlamentjében. És még egyszer az első kérdésre visszatérve, hamarosan ugye itt a szocialista párt döntéshozatali mechanizmusa az, amire még várunk, ez március, ez néhány, most van, ez körülbelül két héten belül, jól emlékszem, meg fog történni, akkor hivatalosan is fogjuk önöket tájékoztatni az eredményről. Másik témában pedig, ugye tegnap bejelentették, hogy Egerben Minkowski Ádám lesz a közös ellenzéki jelölt. Ha jól láttam, akkor a támogatók között a párbeszéd nincs ott. Önök egyébként támogatják a Minkowski Ádámot? Ez a téma a következő elnökségülésnek a kérdése. Ezzel nem azt állítom, hogy bármiféle fenntartásunk vagy kifogásunk lenne feltétlenül a Minkowski úr jelöltségével kapcsolatban. Egyszerűen arról van szó, hogy most ér oda az elnökség, hogy ebben a kérdésben döntést hozzon. Pénteken lesz az elnökségi ülés, feltételezhetően utána erre a kérdésre is fogunk tudni válaszolni. De az elvek szintjén azt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy amikor egy autoriter rezsim elfoglal egy országot, kihasznál és abúzus alatt tart egy egész népet, akkor annak az ellenzéke mindig sokszínű. Nehéz a sokszínűségben együttműködést találni, de a párbeszéd mindig is elkötelezett híve volt az észszerű kompromisszumoknak és annak, hogy találjuk meg egymással a közös hangot. Mert mi abban a világban hiszünk, ahol nem parancsszóra kell ugrani, ahol nem mások mondják meg, hogy mit gondolunk, hanem ahol felnőtt ember módjára képesek vagyunk egymással kommunikálni és egymással jó megállapodásokat. Egyébként nem tartja aggályosnak, hogy egy olyan ember támogat a baloldal, akinek korábban voltak antiszemita megnyilvánulásai, hogy a parlamenti felszólalásában azért haladtunk. Én aggályosnak azt a politikát tartom, hogy a Fidesz viselkedik, amelynek az oligarchái becsületesen dolgozó emberek cégeit kényszerítik eladásra. Annak a Fidesznek a politikáját, amely közpénzen mérgezi az emberek elméjét gyűlöletkampánnyal. Annak a Fidesznek a politikáját, amely nem hajlandó senkivel sem magánkívül értelmes párbeszédet folytatni. Annak a Fidesznek, amelyik nem foglalkozik megfelelő mértékben a fenntartható jövővel, az oktatással, az esélyegyenlőség növelésével, és amelyik szétszakítja ezt a társadalmat. Szerintem ez a felháborító ősi gyűlöletkeltő. Köszönöm szépen! Akkor további szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Kérlek még egyszer, hogy osszátok meg ezt a videót, ne felejtsétek, nagyon fontos, hogy a választáson ott legyünk. 11 000-en kell ott ülnünk a választási bizottságban, a szavazatszámláló bizottságban, elnézéseteket kérem, úgyhogy kérlek jelentkezzetek, ezt meg tudjátok tenni Facebookon, Instagramon, a weboldalunkon, vagy akár telefonon is. Jelentkezzetek! Tegyünk együtt azért, hogy Magyarországon változás legyen, és egy új irányba indíthassuk el az országot, és ezzel együtt Európát. Köszönjük, figyeltetek, szép napot, sziasztok!